Sok szeretettel üdvözlők a kedves nézőket, vissza is tértünk a mai harmadik mérkőzésünkre, ami rettentő izgalmas lesz szerintem. Én Livius vagyok, szia Buci! Szia Livius, ismételten üdvözlök mindenkit, aki itt van még, mert megéri, ugyanis jön a kínai csapat, méghozzá a vietnámi, az a dél-kelet-ázsiai csapat ellen, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes összecsapás lehet. Aha. Ugyanis bőven látok esélyt a Gigabyte Marines-ba. Ugyanis egyrészt ők a wildcardos csapat, tehát ők azok a csapat, aki hát a 8 kisebb régió közül ki tudott emelkedni, és majdhogy nem még az első összecsapásán még a TSM-et is el tudta agyabugyálni, mármint abban a B5-ös szériában. Ott volt egy rossz hívásuk, és onnantól kezdve a TSM vissza tudott jönni, de ettől függetlenül szerintem bőven van keresni valója a Gigabyte Marinesnek itt, ezen az MSI-on. Sokkal magabiztosabb, sokkal erősebbnek látom, mint például tavaly a Supermassive-ot. Abszolút, hogy egyet kell, hogy értsek veled, sőt, még az idei Supermassive-nál is sokkal erősebb a Gigabyte Marines csapata szerintem. És én úgy gondolom, hogy akit meg tudnak fogni, az pont a WE csapata. Valamiért úgy érzem, hogy a Gigabyte Marinesnak fekszik ez a játék, amit ez a csapat képviselhet, és ahhoz képest, hogy tényleg ők mondhatni a legkisebb név most így az MSI-on, abszolút nem érzem azt, hogy ők lenézhetőek lennének, vagy nem. Gyengébe. Jó, mondjuk az S2-nél mondhatni, hogy talán gyengébek, de most nem velük kell összehasonlítani. Nyilván a Gigabyte Marines nem hiszem, hogy a győzelemért van az MSI-on feltétlenül, mint az S2-i. Hát biztos, hogy szeretnének egyébként minél tovább jutni, ugyanis az MSI-on nem, ne felejtsük el, nagyon értékes pontokat, vagy legalábbis szídeket lehet szerezni, hogy ki melyik kalapba kerül majd a VB sorsoláskor, hogy ki kell lehet ugye összejátszani. Tehát, hogyha mondjuk most eljutna, bejutna a csoportkörökből a rájátszásba a Gigabyte Marines, akkor már maga az ő szituációk, helyzetük esetlegesen egy VB sorsolásnál már jobb lehet. Persze, nem is ezt mondom, hogy nem fontos nekik az, hogy minél előkelőbb helyen végezzenek, csak azt mondom, hogy nem lesznek elkeseredve, ha nem nyerik meg. Tehát szerintem a Gigabyte Marinesnek már önmagában ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt vannak az MSI-on, és ők azok, akik itt vannak. És egyébként, ami a bejutási esélyt való mérkőzéseken mutattak olyan játékkal, szerintem abszolút megérdemlik, hogy itt legyenek, és az, amit itt csinálnak ebben a két napban, akkor is így gondolom. Így van, és ugye teljesen más a szituáció, mint egy BO5-ös szériában, ugyanis BO1-ről beszélünk, közben a Gigabyte Marine felállását nézhetjük meg. Stark a felső ösvényen, Levi dzsungelben, Optimus a fővezér, majd a középső ösvényen, illetve az alsó ösvény párosa, nem más, mint Slay, illetve Archie, aki mindig morcos. Illetve ellenfeleik. 957 a felső ösvényen, Kondi a dzsungelben, és pont lemettünk a többiekre, a CJ van ugye a középső ösvényen, és most a többieket hagyjuk. Hát ugye van még Mystic, persze, aki Mystic lövész, illetve Ben, aki a támogató játékosa, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd a tiltási és választási fázisra, ami pár percen belül érkezik majd, ugyanis a Gigabyte Marinesnek valahol kötelező a karma tiltást eszközölnie, ugyanis persze nem csak Kínában, már most ugye megmutatott Koreában is nem egyszer a karma középső ösvény választása, vagy esetleg Lulu középső ösvény, de egyszerűen ez egy kínai meta volt, ha lehet ezt így mondani, a 7.x-es mérkőzésben kínai meta, karma közép. Tudod, mert minden Kínában készül, akkor a karma is Kínában jön. Úgy hát tűnik, hogy legalábbis a középső ösvényre mindenféleképpen. Így igaz, Európában és Észak-Amerikában inkább a támogató szerepkörben volt divatos ez a hős. Mázahár és Klett tiltás az egyik oldalon, míg a másikon Zix. És kell is a Klett tiltásra, meg játékos a felső ösvényen 957 vagy 957, ki hogy szeretnél hallani az ő nevét. Zix tiltás pedig egy alapvetően középső ösvényes fizikai sebzéses kompozíciót lövi meg valahol Optimusnak a lehetőségeit, Cannon tiltás felső ösvényre Starknak, illetve akár még ugye lövész pozícióba is jöhet, illetve az utolsó tiltása a tengerészeknek. Még az is lehet, hogy nem tiltanak, láttuk már tőlük ilyet is, nem biztos, hogy érkezik, bár meglepődik, van egy jó kérdés, ugye vannak a tengerészek, igen, és akik meg a folyón szolgálnak, ugye ma volt az e-sport hajó, azok a folyászok, igen. És hogyha a tengerészek bejönnek a folyóra, akkor folyászokká degradálódnak? Vagy? Te most ledegradáltad a folyót, hogy az kisebb, mint a tenger? Igen, a folyó az kisebb, mint a tenger. De teljesen más, mert az folyik, meg édesvízű, meg ilyenek. És az édesvízűség az mennyiben számít abban, hogy kisebb vagy nagyobb? Szerintem semennyiben, teljesen más. Akkor most hosszúságilag vagy térfogatilag elemezzük, tehát rengeteg kérdés felvetődik. Víz, miközben... víz, jó, oké, víz, nem? Nem, 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 víz, víz.
nem. Közben Eddie is megérkezett a stúdióba. Tényleg? Igen, wow. Időközben. Úgyhogy ott van a karmatildás, amit egyrészt vártunk is, így nem tud CA jönni vele a középső ösvényre. Lulutra viszont Morcos Archie lecsap. De még ez is valamilyen szinten egy flexi választás lehet, de inkább az alsó ösvényre várnám. Ez a Morcos Archie olyan, mintha egy nagyon rossz Comedy Centralos karakternév lenne valami sorozatban konkrétan. Ezt most pont nem tudtam elolvasni, hogy mi volt a lényege. De mindegy, itt pedig egy majdnem a tengerészekhez köthető karakter, Nami, aki egy sellő. Így van. Félig meddig legalább ő is halacska. Ha már Fizz kitiltották, érted? Abszolút jó választás lehet, én úgy gondolom. Egyrészt kezdeményezésre, másrészt megvédeni egy-egy olyan lövészt, még akár az ösvény fázisban is, amivel a piszkálódás, illetve a bónusz gyógyítás jó lehet. Tehát a buborék börtönöket mindig is kerülgetni kell. Na, ez a másik! Starknak odaadni Gragaszt, azért az elég erőteljes. Még Levi-nak kellett volna egy grészt adni, és akkor azt mondom, hogy Gigabyte Marines igen otthonos környezetben mozoghattok. De igazából ez a drága magyar srác kávé bármit elhozhat, mert eléggé magabiztos a dzsungelben, nem véletlenül hívják az MSI felfedezettjének. És én már azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az All-Star felfedezett hetje is lehetett volna. Aha. Ugyan ő ott mutatkozott be, legalábbis így világszinten, decemberben az All-Star gálán. Közben Kazixot kap meg, ez is egy kedvelt hőse az úriembernek. Míg a felső ösvényre a kínai WE csapata egy Shandhoz, így a Shand Nami párosításra bőven el tudom képzelni azt, hogy ugye Condi Graves lövésszel a dzsungelbe fog érkezni, így Mystic is nyugodtan hozhat, akár Twitch, Kogmo, bármit, mert azért mind sem, mind pedig Nami kellően jól tudja védeni, és például Orianna tiltás sincsen. Még. Tehát simán lehet, hogy akár ő még jöhet. Még, persze. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek most a tiltások. Piros oldalról érkezett egy Varus tiltás, úgy gondolom, hogy a lövészekre fognak ráfeküdni Slay-jel szemben, hiszen már a labból ki van lőve mind Ziggs, mind pedig Kennen, emellé még egy Varus és mondjuk egy Ash, Esper vagy Caitlyn, és akkor válogathatsz. Persze még mindig tele van a lehetőségek tárháza, nem azt mondom, hogy Slay-t meglövik, mint lövész, de szerintem sok tiltást fog kapni. Kogmo tiltás, úgy tűnik, hogy alapvetően veszik ki a Jaggermo kompozíciót, oké, kitöltöttük Kogmót, de akkor hozhatnak más lövészt még mindig. Így van egyébként. Mystic játszott ezzel a hőssel, még a kínai rájátszásban is. Na most kitilt est? Vagy jön-e est tiltás, hogy ki hozza el? Mert szerintem valaki... Illetve hasonlóan gondolkodnak valószínűleg egyébként a Gigabyte Marines-os játékosok, mint ahogy most mi az előbb, hogy ebbe a Shen Nami kompozícióba bőven belefér egy olyan kicsit unmobilisabb lövész, mint mondjuk Kogmo. Vagy es. Vagy akár Ash, vagy akár egy Twitch. Én nagyon szívesen látnék inkább ilyen fajta lövészeket. Syndra tiltás Optimus ellen. Érthető, úgy gondolom. De mi lesz az utolsó tiltásra a Gigabyte Marines csapatának? Kasszadin! Na akkor milyen a középső ösvény, LeBlanc? Mert benn van, simán hozhatja Optimus, ha nem hozza el a WE csapata. El kell hozni szerintem, el kell. A Gasolin tiltásra indokolt lett a LeBlanc, viszont még mindig van ellenválasztás LeBlanc ellen, például Lulu, ami tökéletes akár a középső ösvényen is, így hogyha van. Ezen múlik. És akkor akár még fel lehet áldozni akár Starkot is, hogy akkor egy Gragas támogató. Vagy jöhet egy Tamkencs, még mindig ott van, hogyha... Arra... Sőt. Nagyon sok lehetőség a Gigabyte Marines. Simán. Na, ez egy érdekes lehetőség. Érdekes választás. Igazából a Gigabyte Marines fejével gondolkodva szerintem ők azért vágták ki azt a Gasolint, hogy a WU elhozza LeBlancot. Tehát rá kényszerítsék. Igen. A LeBlanc választásra. Igen. A kínaiakat? Igen, mert ha Optimus megkapja, bajban vannak. Ha nem kapja meg, akkor viszont van már válaszuk egy Lulu személyében, és még variálhatják a csapat kompozíciót. Ráadásul most ugye ők választhatnak. Ajaj. Na mi lesz? Gigabyte Marines. Zaira támogató. Zaira S támogató az alsó ös, mármint hogy Zaira S vombokomba az alsó ös, ilyen kristálynyilvessző, arra jöhet még egy lekötés, arra még jöhet egy feldobás plusz egy égetés majd Archie-tól, míg a középső ösvényen Optimus lulúzni valamilyen fog. Szinten kényelmesen, de lulúzni fog.
Tetszik. Nekem még jó, is. Még jó, hogy a legelején, amikor kiválasztotta a Gigabyte Marines, azért azt mondtam, hogy azért ez még flexi választás lehet. Szép volt, abszolút igazad volt. Viszont a lövésztiltások annyira nem jöttek be, legalábbis a második körben. Twitch. Viszont a választás az bejött. Twitch megérkezik az idézők szurdokába. Ez a kis patkány elég sok utat tört magának, amióta változtattak a letaszított király kardján egyébként. Illetve ugye kialakult ez a fajta, tehát régen is volt ez a véd meg a lövészet kompozíció, csak nem feltétlen ilyen brutál, létgémes, területi sebzéses, robbantó sebzéses, hosszú ideig lövöldözhető karakterek. Szerintem az MSI-ra kapta meg ez a virágkorát, mert most, itt tavasszal miről beszélgettünk? Esvárus Jin. Ennyi. Néha egy Caitlyn, ez az öt. Pont. Így, de az alap háromból, ha nem volt kitiltva a háromból legalább kettő, akkor okay, ezekből érkeztek az ösvényekre. Néha jött ugye egy APC. Igen. APC, DC, DC. És jöttek is a, hát, hogy mondjam, a hisztik, hogy a unalmas a lövész, mert az semmit nem kérdezni. Például Stixé, aki kijelentette, hogy ez a legunalmasabb lövész, mert amit valaha játszott. És ez idézet volt, semmiképpen se degradálnám. Oké. Idéztem. Úgyhogy azt hiszem, láttam, hogy... Láttam egyébként, hogy dőltem, beszéltél, és idézőhet. Igen, és még alá is húztam, oda, hogy mikor mondta, ki mondta. Jó, igen, szakdolgozati idézet, az nagyon fontos. Nézd meg, milyen morcos Archie, tehát azért nem véletlenül mondtam ezt. Szegény Archie-nak van egy rossz képe, amikor elkapták a morcos ábrázatát, és azóta morcos Archie lett. Lehet, hogy igazából ilyen vidám srác. De én egyébként ezt szeretem, amikor látom azt, hogy Gigabyte Marines nyer egyet, akkor hát néha egy ilyen félmosolyt azért el lehet kapni Archie arcán felvillanni. Viszont ugye ők állnak 3-1-ben, míg 2-2-ben a Team WE. Úgyhogy most megnézhetjük a Vietnam vs. Korea. 1-3. Vagy 1-3, bocsánat, igen, és 2-2-ben meg ugye a Team WE. És a Gigabyte Marinesnek fontos ez a győzelem szerintem, nagyon. Hiszen a TSM nyert. Úgyhogy most technikailag ők az utolsók. Ha most meg tudják verni ezt a kínai együttest, akkor fellépnek ugye az utolsó előtti helyre, hiszen a TSM-et már elverték egyszer. És akkor mindenki jóformán a második forduló, mert úgy értem, hogy a mai igen. Második forduló mindenki előtt, második majdnem mindenki 2-3-mal fog állni, úgyhogy én most viccen kívül nem, persze nem vagyok most, ez túl, nem feltétlenül túl szakmai, de én most egy kicsit azért a Gigabyte Marinesnak drukkolok, hogy az ugye szépen néznek, hogy mindenki 3-2-vel áll. Hát akkor ilyen... az a közmondás, hogy csak a győztes, azon kívül mindenki utolsó, valahogy úgy feladná a leckét, de az biztos, hogy nagyon izgalmasan fordulnánk a következő mérkőzésre. Így van. Bár az, hogy a Flash Wolves most vesztett, az is 2-3, ugye? Flash Wolves is 2-2-ben volt. Hogyha ők is 2-3-ban vannak, akkor TSM is, hiszen ők nyertek. Ha most nyer a Gigabyte Marines őt is, G2 is, és tényleg mindenki 2-3-ban. Jézus! Ezt mondta. Ja, hogy te... Jó, értem. Én csak kitelesítettem, amit mondtál, hogy igaz. Jó. Hát közjegyzőnek még mindig elmehetsz majd, és akkor... Hogy én szeretlek? Most erre csak azért sem válaszolok, majd adáson kívül megbeszélünk. Jó. Hogyha bucimon már nem kasztol, akkor... Nem csak a hitelesítés miatt, tehát minden ilyen lottó, meg mindenféle húzásnál ott azért kell a... kell a hitelesítő. Ja, értem. Jó. Így gondoltam szép mentés, csak. Szép mentés. Abszolút. Egy jó kis hordóval besevít Stark, illetve Lulu is oda piszkál egy picit, aki égetéssel jött. Imádom az égetéses, középsősvényes Lulukat. LeBlanc ellen kell is egyébként. Abszolút kell, nem azt mondom, hogy nem csak, hogy szeretem. Főleg azt, tehát én tényleg azokat szeretem, amikor így nem gondolod, hogy a kis cuki kislánynál akkora ilyen sebzés lesz, hogy így miről van szó? Tehát jaj, de kis cuki meg aranyos, és egyszer csak elolvad az életed. Tudod, ez egy másik szituációhoz hasonlít, amikor egyéb gondok vannak ezekkel a kislányokkal, amikor például. Az, hogy ilyen kis cuki meg aranyos, és hát annyira mégsem. Optimus pedig kapja a sebzést LeBlanc-tól. Így van, szép volt a csere. CJ-től. Slay. Hopp, kifárasztás Archie-n. Érkezik a sebzős kifárasztás Mystic-en, akinek azonnal gyógyítani kell, lesz villanás. Vége van! Első gyilkosság Slay-en, és be lehet fejezni Bent is. Ben bácsinak lehet, meg kéne halnia újra. Nem ő elvillan, viszont az a Nami túléli. Ugye pont nem volt már újra ültetési lehetősége, ha lehet így mondani Archie-nak. Alapvetően kellettek a növény sebzések, mind Mystic, mind pedig Ben. Lehápízásához. Hú, de bonyolult. De nézzük is a visszajátszást. Ugye Slaynek vissza kell vonulnia, és Archie kapja meg a kifárasztást, de rögtön visszafordul Mysticre. Jönnek a gyógyítások jóformán, szinkronban,
és a végül is a sebzést, illetve a gyilkosságot Slay hozza el, de a szinkrongyógyítás nagyon jól nézett ki, mindenki minden egyes idéző képességet elhasznált, de annak örülök, hogy ez nem egy dzsungeles rajtaütésből kialakult gyilkosság és harc volt, hanem ez egy hótiszta 2v2 volt. Azon gondolkodtam, hogy megérte, ez már nem annyira 2v2. Na, 9-5-7, pillan, kint van. Ejjjjj! Az lett volna csúnya, hogyha ebből meghal, ugyanis Levi-nak a visszafordulása gyönyörű volt a felbőszítés ellen, hogy így mennék, és így hopp, vissza. Mégsem megyek. És mégse is jó volt a játék. Azon gondolkodtam, hogy Slay-nek a villanása megérte el, mert az oké, hogy most ő kapta meg a gyilkosságot, viszont már halott volt Mystic, hiszen mentek fel a Zyra-nak a lövései, mind a kettő ráadás a növényektől. Ha nem jön rajtaütés az alsó ösvényen, és nem hal meg Slay a következő percekben, akkor megérte, szerintem. Ben pedig otthonos környezetében a folyón mászkál. Én is úgy gondolom. Tényleg, hogy Gangplank az kalóz, ugye? Igen. Tehát akkor ő elvileg tengerész, vagy valami olyasmi. Így van. Akkor, hogyha lemegy a folyón, akkor... Hát végül is, tehát hogy attól függetlenül, hogy mondjuk tengerészek azért a folyón is utazhatnak már, hogy mintha van olyan széles folyó, amin azért elfér egy-egy hajó. Ma kezdem érteni, miért lehet a Jack Sparrow-t múltkor a Margit hídna. Nem azért, mert szombat volt és éppen Play-IT vagy mondok, amit nem de tudom. Á, nem, persze. Na, tengecsőrök megviccelik Kondit, aki viszont kapja is a sebzést, Levi villan érte, és Optimus hozza el, az a kis cuki aranyos kislány darabokra szedi azt a bajszos úriembert. Hát ez amikor nem feltétlen számítasz a középső ösvényes átalakításra, egy című történetet láthattuk, bemutatva is a Gigabyte Marines részéről, akik elég szépen kezdenek be, 5 percnél egy ezres arany előny már. A kínai bajnokkal szemben, tehát ezt azért ki kell emelni. Így van. Azért nem volt olyan egyszerű az a kínai bajnoki címet megszerezni. Nem. És nem tudom, te fogadtál volna, hogy a WWE fogja elhozni a nem nagyon. Szezon elején? Nem nagyon. Én sem. De egyébként abszolút szép játékkal hozták. Igen. Tehát megérdemelt bajnoki cím, csak fura, mondjuk. Nem biztos. Egyébként szerintem sokan nem gondolták volna. Nagyon kaotikus volt most az LPL, tehát össze-vissza dobálgatták az első helyeket. Rettentő erős csapatok, egyszerűen néha borzalmas játékokat. A legváltozatosabb bajnokság. Nagyon változatos volt, igen, az idei LPL, ezt el kell ismerni. Levi pedig megpróbálja még egyszer. Lehetetlen. Megpróbálhatja. Egyébként a magyar srác. Megöl egy számsor. Uh-huh. Ez matematikailag sehogy sem állja meg a helyét, de... Főleg akkor egyébként akkor tudnak... Óhó, ott az a hatos szint megvan Starknál. De mana nincs. Mana nélkül pedig mit érek én. Ezt szerintem nem hiszem, megpróbálják. Tononya Knight sem... Hát... Illetve... Érkezett a ping piros oldalról, tehát tudták, hogy ott volt. Kaz-X. Kaz-X faktor. Az. Jó. Oké. Találd meg a Kaz-X-ot magadban. Gondolom, rajtöltésnek könnyű. Na, Mystic. Hát, kapja a sebzést, rendesen szegény kis rabló Twitch-ünk. Jaj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 . Ez az alsó ösvény valahogy a WWE-nek nem akart beválni. Mondjuk, amikor adsz az első percben egy gyilkosságot az ellenfél lövészének, akkor már alapból nehéz az ösvényed. Főleg úgy, hogy utána le is tudja farmolni ennek köszönhetően... Tízesre. ...az ellenfelét. És okés, hogy a vámpír jogarból, illetve az apály és dagály képességből vissza tudja tölteni az életerejét. Egyrészt Ben Mysticnek, másrészt Mystic saját magának egy kis életlopással. Rajtaütés. Na, lesz-e villanás, hogy bármi? Aha. Gyerünk! Na! Na, ezt nem fogja megenni Stark ennyire, ő sem. Hiszékeny. Emlékszem, még talán Piglit volt, amikor bejött ez az új löblönk, aki elvillant a klón elől. Egy lövész volt, hogy biztos vagyok Amerikában, de most nem tenném fel az életem. Közben Stark egyébként nyugodtan maradhat még kint az ösvényén, ugyanis 2 darab dorány gyűrűje van. Ez eléggé magabiztos ösvényfázist nyújt, méghozzá egy csak Rubin kristállyal rendelkező, illetve természetesen Dorán pajzsával rendelkező Shen ellen. Kondit próbálják viszont újra kiüldözni, hogy ne érkezhessen egy-egy tábor elhozatalára. Hatos szintet pedig még nem lépte meg egyik alsó ösvény játékos sem, tehát nincsenek ultik.
jelen esetben Optimus de, van. Körülnéz. Hát most már igen. Most már Slay kapott egyet. Ami egyébként, hogyha meglépi Archie is a hatost előbb, mint Mystic, Ésper vagy Ben. Az muszáj még egy támadást intézni. Ez csak idézőképességek visszajöttek mind a két oldalon. Egyet nagy lekötözést talál, és el lehet temetni a WE alsősénypárosát. És a Billjotrét már tudja használni is Slay. Igen, de valószínűleg ez nem fog megtörténni, mert ők otthon vannak, közben pedig Mystic már hatos lett. Ja, persze, tehát... Úgyhogy hogy... ez most így elmarad egyelőre. De ettől függetlenül egy rajtaütésre még van lehetősége. Inkább a Gigabyte Marines csapatának, hiszen az összemjátékban a WE teljesen le van maradva az alsó ösvény. Meg úgy minden. Sújtás mindkét dzsungelestől. Ezzel most nem rendelkeznek, viszont majd, hogy nem maximális életerőm van. Kandi, illetve Levi is. Kicsit máshogy építkeznek. Talán a őrszem előnyinek a WE csapatánál kéne, hogy legyen. Pont azért, mert már befejezte a nyomolvasók sújtását Kondi. Ezzel szemben Levi ezt nem tette még meg. Optimus azért kapja rendesen a sebzést. CA-től. Hát a fight, igen. Egyelőre Optimus nem annyira magabiztos ez az ösvénye, mint hogy vártuk a Lulu választásnál, szerintem. Legalábbis nincsen lemaradva olyan nagyon, illetve azzal az egyilkossággal már be is tudta fejezni Athéné szentségtelen gráját, ami neki egy kulcsfontosságú tárgy. Aha. Így már mindenképpen talán egy picit biztosabban állhat az ösvényen. Érdekes az a kompozícióként a Gigabyte Marinesnál. Kicsit úgy érzem, hogy a középső ösvényes sebzést Archie-nak a karakterével akarják. Illetve Stark, tehát azért ott bőven azt gondolom, hogy ezzel a három hűssel bőven meg lesz a varázssebzés. Főleg úgy, hogy azért Lulu rendesen AP-ra fog építeni. Hát ez nem az a kompozíció, ahhoz Slay-t akarják megvédeni minden áron. Viszont van rá lehetőség. Persze, abszolút benne. Tehát, hogy azért egy Luluval még mindig meg tudsz védeni egy lövészt, egy Gragasszal szint úgy meg tudsz védeni, miközben egy sáska ott fog rohangálni jobbra-balra melletted láthatatlanul, és nézi majd, hogy kit ehet Optimus, meg. És... Optimus, villanásod még ugyan van, de vadon szavád is van. Menekülni kéne, a villanás el tudja intézni, hogy Optimus elmeneküljön, de nem voltam benne biztos, hogy Kondi nem fogja őt lekövetni. Viszont most már biztos vagyok benne, hogy nem fogja, hiszen nem tette. Azért ez nem rossz. Hát, utólagos, tudod, mint ezek azok, hogy hívják? Nyilvánvaló kapitány, igen. Hogy, ha nem ezt tennénk, akkor nem is történt volna így. Csak angolul jutott eszembe a neve. Optimus viszont egy villanás, illetve egy ulti felhasználásával végül is megmenekült teleport Starkot fogják büntetni. Starkot megbüntetik. Igen, innen nem lesz egyszerű a menekülés, Kondi érkezik. Jött CA is, a teleportja elől Stark a másik irányba menekül. Milyen jó? Hova? Hova fut az a pocakos? Ennyi! Ott hagyják, kész! Hát ez nagyon szép cipő előny. Mi volt ez? Cipő előny. Nézd, nincs cipő. Vágom! Hoppint közben megy a buli lent, Levi megérkezik, Benre jön az egységben, az erősz Slay van benne a bokon. Villanni kell a buborék börtön elő, viszont jön a sebzés Mystic-től, teleport érkezik, Gragasnak van robbanékony hordója. Nagyon szép, két ember robban vissza, egyenesre lekötött, a Slay-be kell fejeznie 957-nek, viszont ennyi lesz neki is ez a nap. Szia, kettős gyilkosság, Levi Kazikszen megjött, Lulu, Viszlát Ben bácsi, halott sellő, most jön CA hátulról, mi történik itt, srácok? Archie azonnal kapja a vadonszavát, de őt le lehet radírozni, CA pedig jó LeBlanchoz méltón kijut onnan, Kondi lett, aki végül kapott még egy, nem? CA kapta meg a gyilkosságot, mindegy. Hát Kondinak még azért el kell menni egy picit gyúrni. Jó, a villanás kezdődő Stark nagyon szépen fordul vissza, és befejezik szíjét, Jézusom, Kondi előre villan Starkért, de nem lehet őt megölni. Sőt, Kondinak lesznek itt külön gondjai, Levi-nak ugrani kéne, csak nincs mana, az baj. Ki kell jutni, onnan szép. Kondi végül elmenekül. Úristen, mi történt? Mi volt ez a visszaugró Kazix? Azt most kérem szépen a visszajátszást, és kapjuk is a visszajátszást. Jól érkezik egyébként. A Gigabyte Marines nagyon szép Archie-nak. A végső képessége két embert is feldob, míg Ben nem talál csak egy embert. Utána Medic Slay ki tud még villani a buborék börtön elől. Ugyan Shen érkezik meg hamarabb, és teleporttal csak aztán jön Gragas, de a robbanékony hordó gyönyörű szép. Aztán ugyan sebezhetetlen, és még villan is a gyilkosságért. 957. De végül ő is, illetve Ben is meghal a saját tornya alatt. Szíjét szépít. Egyrészt Archie-val, de utána igazából túlvállalt, vagy vérszemet kapott a kevés életerős játékosokra, miközben Levi
hatalmasat játszott azzal a Kazikszal, 3-0-1-es statisztikával. Én úgy gondolom, hogy most már oda kell figyelni. Ezzel a nem is véletlen, nézd meg. Ezzel a Kazikszal verték el a TSM-et is, a Gigabyte Marinesosok, amivel az egyetlen győzelmünk van. Most ugyanaz a Kazikszal Levine-nál megszaladt a játék korai szakaszában erős. Így van. Látod, mit művel. És ugyan, nézzük csak a KD-jákat. Első, na jó, KD van második, na. Na. Bocsánat. Na. Bocsánat. Gondolom Pinát az, aki leverheti esetleg. De play-inben van, akkor szerintem, akkor nem. Ott nincs Pinát. Itt pedig nagyon boldogok, hogy meghalt ez a klón. Egyrészt, másrészt megmentek a kis villantások. Jön a Balaton Slay, feldobva a buborékből, tehát szép a vérna, hogy be tudja fejezni, vagy Naminak lesz a vége. Nem, nagyon szépen végül kijön onnan Slay, tökéletesen védte Archie lövészét. Közben pedig Mystic le volt maradva erről a buliról, jönnek Optimusék, nincs torony az alsó ösvénye, ne felejtsük el, ott a Tobosz. Rálátása sok, Optimus, de azért van jön, valamennyi. Nem fog bemenni az a Levi, ezért ennyire még nem vagány. Loppásra viszont beneveszett neki, van sújtása. Meg is van. Kondi nem ért ide időben. Már csak hűlt helyét találja a kék gólemnek. Jó, ide szépen ugrott ki Kondi. Diványnak a sebzése elől. Na, buci, jó az a meccs. Felpörögtek az események az első tornyot közben. A vietnámi csapat tudta elhozni. Méghozzá az alsó ösvény külső tornya dölt le a kínai gárdának. Az első sárkány pedig egy óceán sárkány. Így ez inkább csak egy bónusz. Bár nem rossz bónusz, én úgy gondolom. Stark. Mert egyrészt Stark, másrészt Optimus, harmadrészt Archie is nagyon jól tud ebből a bónusz regenerációból. Stark azonnal Kondit találja meg, viszont megvan a sütés, gyönyörű a robbanékony hordó. Kondinak menekülnie kéne, csak tudsz-e? Az a kérdés, van sebzés Starkra, jön a segítség, Optimus, kristányi, viszont telibe vágja a Life 5-szem. Jó, le tudták szedni Kondit hátul közben. Ennyi volt. De ez Starknak alapvetően a kezdeményezése, mert gyönyörű szépen játszotta meg ezt az egészet. Hát ő volt az, aki 4 szólókilt hozott el, ugye, még ha Hauser ellen is, tehát nehogy már, ne adjunk már egy Gragas Starknak. Amit csinál, az nagyon szép, az a robbanékony hordó az alsó, és a kicsi a rakás, tehát annyira profi volt, hogy ez Slay van bajban közben. Végső képesség Mystic-től megérkezik, Shen is, le kell szedni Slayt azonnal, meg is halt. Fordulhatnak a toronyra. Ó, Mystic! Azt kicentízték. 67. Archie. Megmaradt. Túlélte. Ki kellett hozni a gyógyítást, de túlélte. Ez viszont hiba. De ez nagyon nagy. Ez nagyon nagy hiba. Mert az, hogy még az elején sokáig bennmarad a torony alatt, az egy dolog, 67 életterület, az semmi. Visszajátszásból pedig azt láthatjuk, hogy Stark gyönyörű szépen kezdeményez, ki tudja használni a kulcs mesterségét is, és visszadobja a Kondit, aki fordulna, mert tudja, hogy jön. Egyrészt LeBlanc, másrészt meg Shen, de az a kristálynyilvessző konkrétan egyrészt megmentette a Gigabyte Marinosok életét, másrészt lehetővé tette azt, hogy még egy gyilkosságot is elhozzanak. Aha. Nagyon szép játék most a Gigabyte Marines-tal. Egyszerűen élvezett nézni ezt a mérkőzést. A Gigabyte Marines-nak egyszerűen olyan szép játéka van, de így az egész MSI szálljon meg a bejutás, és hogy tényleg élvezett nézni, mit csinálnak. Zseniálisak együtt, és elképesztően profin tudják megjátszani azt, amit itt leművelnek, és inkább nem is mondok semmit. Sőt, megvenem kockáztatni, hogy buci, mi lenne, ha te beszélnél tovább? Semmi gond. Ó, milyen érdekes hangod van. Ó, de furán mondod ezt, mondd még egyszer. Semmi gond. Jaj, szia Edi, üdvözöllek az idézők szurdokában. Milyen volt a való világ? Mostantól kezdve vége van. Kijött a villából, Edi, visszajött az idézők szurdokába. VV Edire szavazzatok. Ó, na ezt inkább ne erőltessük. Adába új csapatának viszont valamit most már erőltetnie kellene, ha más nem, akkor legalább megpróbálni elhozni vagy a felső, vagy az alsó ösvényen egy tornyot. Mert hát így igen. A 18. percben már több mint 3000-es az arany hátrányuk, az, hogy gyilkosságokban le vannak maradva, az eléggé egyértelmű. Viszont úgy gondolom, hogy célpontok tekintetében még, vagy a célpontokkal visszajöhetnek ebbe a mérkőzésbe.
de az biztos, hogy nem lesz egyszerű a dolguk. Abszolút egyetértek veled, közben pedig megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljél a kedves partnerem. Az amerikai döntő óta nem járt, nem tudtunk együtt közvetíteni. Közben meg az, hogy Mystic elvillan egy kristályi vesszelől, ez előfordulna. Viszont, hogy bennek is villanik, és hogy Stark utána villan a kicsi arakással, és hogy ebbe bele is halna, az már nem elhanyagolható. Gyönyörű játék volt Gigabyte Marines részéről, és mi lesz? Megint egy toronyra fordulhatnak, csak le tudják-e hozni. A kérdés az, jó helyzetben van Stark, robbanékony hordó elérhető, megint mit csinál Stark? Nem jó a robbanékony hordó, hiszen kivillan előle Kondi, de ez nem Stark hibája. Gyönyörű volt a játék. Igen, finoman szólva is, és már az elmúlt napokban lehetett látni azt, hogy Starknak mennyire magabiztos ez a Gragas hős kezelése, hát ez a mérkőzésen is egyértelműen bemutatkozik. Optimus van bajban, Optimus letörölve, folytasd kérlek. Szóval egyértelműen bemutatja, miközben ugyan tornyot hoz az egyik csapat, de nem a kínai régióból érkezik ez, hanem a Gigabyte Marines csapata tudta elhozni a középső ösvény külső tornyát, és egyébként azért, ahogy telik az idő, majd valószínű, hogy ők fogják inkább a felső ösvényen is elhozni a tornyot, de mit csinál? Jó a pozíció, jön a Balaton. Starkra érkezik a buborék börtön, nagyon szép a végső képesség, zárató Starkot nem lehet befejezni egyelőre, viszont nem jó helyen van a WE csapata, még túlélik. Gyönyörű a felbőszítés Shen-től, menekülni kell a Gigabyte Marines-nak, mennyi életerő maradt életben, Archie, de Jézus, nézd meg! Slay próbál sebezni, viszont jön LeBlanc, ha be tudja vinni a láncot, az nagyon fog fájni. Úristen, Slay! Hát milyen isten van a Gigabyte Marines-szal, ezek az életerők! Wow! És a WE most mutatta meg, hogy igen, ők még itt vannak, és nem adták föl ezt a meccset. És egyébként nem tudom, hogy kit értetek-e Sheehan-nek a tárgy választására, viszont ott elérhető nála a hashtag lőpenge, amit ebben a pillanatban el is használt. Hátul, Levi kapja meg a vadon szavát, hogy még ilyen a torony, viszont túlélt, ezt lésebzi Sheehan-t, ha fordul Sheehan bajba lett. Kristály nyilvessző tökéletes, Sheehan-nek ki kéne jönni onnan, de ki tud-e nem? Ő nem megy sehova, most látsz, most nem, az tény, hogy további 30-as percig nem látjuk, és közben Stark tornyot hozott a felső ösvényen. Mi történik itt, emberek? Hát nem tudom követni a szememmel, pedig kettő is van elvileg. A Gigabyte Marines csapata beindult, és ugyan a WE kezdeményezett, viszont összességében mégis ők jöttek ki ebből rosszabbul, elveszítenek nem is egy, hanem rögtön kettő tornyot, ahelyett, hogy ők tudtak volna ilyenfajta célpontot elhozni. És hát megint csak három gyilkossággal gazdagodott összességében a Gigabyte Marines csapata. Visszajátszásban látható, ahogy Sheehan kezdeményez, és Archie-t a Hextech lőpengével el is tudja takarítani. Viszont Optimusnak és Levinek nagyon nagy volt a sebzése a WE csapatának a lövészére. Innentől kezdve a kínai csapat kiszolgáltatott helyzetben van. Sheehan nem csak, hogy Slay sebzését kell, hogy elszenvedje, hanem még a torony is sebezte. És biztos, ami biztos alapon, bár ugyan villanása Sheehannek nem volt, de ugrása sem annak a LeBlancnak. Slay azért még elhasználta a gyógyítását, hogy mindenképpen utolérje a középső ösvény ellenfelét, és le tudja takarítani őt is. Igazság szerint megérte, mert végső soron gyilkosságot hozott ebből el. Sheehan viszont... mellé nyomja a láncokat, Stark remekül ugrik át a falon, buborékbörtön telibe kapja, Starknak van robbanékony hordója, használja is. Így Sheehan arrébb sietett Stark mellől, nehogy befejezze azt a hasas-pasast, közben pedig Kondi próbál lopni a dzsungelből. Levi éppenséggel itt van a közelben, a lopás megvan. Levi pedig már csak nézi, ahogy a békáját eltulajdonítják. Hát kezdeményezni most nem lesz egyszerű Gigabyte Marinesnak, hiszen nincs a robbanékony hordó. Az nincs, és egyébként Starknak még mindig nincs villanása. Talán az előbb a középső ösvényen, egyébként a visszajátszásban ezt már pont nem láthattuk, de rá érkezett a kezdeményezés, és jól is tette ezt a WE csapata. Egyetlen egy probléma volt ezzel, hogy eltakarítani nem tudták, na, de most Optimus sikerül eltakarítani. Valószínűleg sikerülni fog, Optimusnak nem sok reménye van a menekülésre, így is van. Sheehan egyszerűen lehozta. Le. Hát le. Optimus meghalt. Na. Meghalt? Meg. Na ugye, most akkor igazam van, vagy igazam van? Jó, eszembe jut, mint tegnap tanáltam, megkérdeztem, hogy szeretnél vitatkozni? Szeretnék. Én szeretnék, én beleállok, hát gyerünk, csak nem élő adásban mondjuk. De majd később megbeszéljük. Hú, ma mennyi emberekkel beszélgetnem, srác. Időközben egyébként 9.57-nél Jaurim ökle készült el, amiből ugye majd előbb vagy utóbb egy titán hidrát készíthet el, azért ez a Sheneknek egy megszokott tárgy választása, viszont az, hogy a 22. percre nem sikerült még elkészíteni a tárgyat, ez sok mindent mutat. Hát többek között azt, hogy jelentős lemaradással küszködik ösvény ellenfelével szemben is, illetve maga a csapata is jelentősen le van maradva a Gigabyte Marines csapatától, miközben
Levi a mérkőzés második sárkányát hozhatja a csapatának. Egyel már ugye rendelkeznek, az egy óceán sárkány volt, nem feltétlenül a legértékesebb sárkány, de erről ti is beszéltetek, hogy ez mind Gragasnak, mind Optimusnak, mind Archie-nak jó. A felhősárkány is jó az egész csapatnak, főleg azért, mert gyakorlatilag ingyen volt, és semmit nem kellett ezért áldozniuk. Hát semmit, ez tény. Levi egyszerűen lesújtotta a szegény sárkányt, aztán még a karmaival darabokra tépte, mert két élet előtt hagyott a sárkánynak, hogy azt mondja, hogy na, Kondi, na, valahol a közelben. Á, nem, hát azért nem játszunk ilyet. Úgy gondolom, hogy nem tudom eldönteni, hogy ki fog nyerni. Mivel a WWE ugyan hátrányban van egyértelműen, viszont abszolút vissza tudják adni a pofonokat a Gigabyte Marinesnak. Utána egyébként a Gigabyte Marines általában fordul, és megint egy nagyot kap a WWE, de adok-kapok van. Igen, itt az lesz a nagy kérdés szerintem, hogy Shea azt a LeBlancot mennyire fogja tudni kihasználni. Erről már az elmúlt napokban több szót is ejtettünk, hogy a csapatharcokban nem tud egy LeBlanc olyan intenzíven részt venni. Hát, mint mondjuk mondanám, hogy egy Oriana vagy egy Syndra, de most szintén egy hát kevésbé megszokott középső ösvényes az ellenfele, nevezetesen Lulu. És egyébként úgy gondolom, hogy Slaynek nem biztos, hogy meg lesz adott esetben a megfelelő védelme, amit meg tud kapni. Így, hogyha mondjuk egy embert ki tud törölni Shea Zala LeBlanc-kal, akkor onnantól kezdve viszont könnyen dőlhet a kínai csapat oldalára a küzdelem. Attól függ, hogy ki az az egy ember, mert azt Slayt le tudja jó szedni. Azért nem fogja tudni Slayt leszedni szerintem, mert Optimusnak még van egy végső képessége rá. Tehát ő az nem lesz egyszerű. Archie-t szerintem le tudja törölni, Levi-t nem hiszem. Nem, abban igazad van, hogy ezt fogja dönteni valószínűleg a mérkőzést, hogy LeBlanc mennyire hasznos, viszont nem ideális a szerep, tehát nem ideális a terep a LeBlancnak. Egyszerűen nincs olyan ember, akit le tud törölni, és nem is erős annyira szerintem, hogy csak úgy, hogy, ne, hogy védi egymást a csapat. Hát, mindegy, meglátjuk, jó? Ne pecegessük, mert lehet, hogy Szia ötszörös gyilkosságot fog itt nekünk elhozni, és akkor meg hülyeséget mondok. Hát esélye van rá még, hogyha nem is túl magas. A Levi kapja azonnal a vadonszavát, ilyen visszább is lép. Na, lesz-e itt buli? Hogy ne lenne? Stark megint jó helyzetben van, és ott van a végső képesség, robbanékony hordó. Nem jön ki, legalábbis nem időben egyelőre. Stark kapja a sebzést, Levi próbál sem, hogy Starkot fel fogják robbantani, de hogy robbantják, hisz kivillan. Nem tudja szívesen befejezni, hátul közben pedig ontja a sebzés Slay. Be kéne fejezni, előre villan Slay, így viszont ideális célpont mindenkinek. Slaynek annyi, a WWE csapata egyetlen egy LeBlanc duplavényi élet erővel rendelkezik, majdnem mindenki Levi-nak tökéletes a helyzet, be is fejezi azonnal Shent. Meghalt közben hátul, Ben is Optimus kapta a gyilkosságot, előre megy. Még a csapat, de már tovább nem. Nem, és bár ugye éppen arról beszéltünk, hogy Shea vajon el fogja tudni takarítani bármelyik Gigabyte Marines játékost. Hát ha nem is ő, de 95-7-nek végső soron. Mystic-nek annyi. Mystic-et szétrobbantott a Levi, illetve igen, Optimus párosa. Dőlhet a Nexus Inhibitort védő torony. Igen, és ezzel még az Inhibitort is fenyegethetik, vagy akár Ornát kimozdulhatnának a Baron Nashorra, de a Gigabyte Marines csapata nem szeretné eldobni a most megszerzett előnyét, mert ugye Shea azért él, illetve majd 957 is vissza fog térni. Starknak a kezdeményezését érdemes megfigyelni. Mysticre jön, akire egyből jön a Shen végső képesség. Az a robbanékony hordó pedig nem volt igazándiból jó senkire, ő beragad, a villanásával még éppen hogy el tud menekülni, és egyébként Archie-nak itt érdemes kiemelni a végső képességét, a folytott tövisek nagyon sokat számítottak, nem tudott a WWE csapata előre menni. Slay viszont előre ment, vesztére, na de innentől kezdve a WWE csapata nem tudja előnyire fordítani az ember előnyét. Köszönhetően annak, hogy Levi eltakarította azt a Shent, igazándiból elég könnyedén. Hát igen, bár életerővel nem jeleskedett, nem? Csak meg a sebzés. Slay így is magasan vitte, hiszen öt ember tudott sebezni az áporral, amikor előre villant, viszont nem ölt meg senkit bal szerencséjére. És én megmerem kockáztatni, hogy sem védte volna a csapatot ott, akkor meg sebzésre tud kiosztani, tehát akkor leszedik könnyedén. Ma egyébként ez egy ilyen nap, ma sok ilyen előre villanó lövészt látunk, amik nem biztos, hogy annyira ideálisak, persze. Hát összességében így is neki kérte meg. Abszolút, igen, viszont ez már utána lévő csapatjátéknak köszönhető.
Igen, azért az ugye nagy könnyebbség volt, miközben a Gigabyte Marines csapata Baronna sort szed, már fél életerőn van, 9-5-7 rendelkezik teleporttal, igen, jön is, de kérdés, hogy időben jön-e? Lesz a lopás, Kondit kirobbantják onnan, be tud viszont még csúszni a lopás, egyelőre nem sikerült, megszerezte a Gigabyte Marines, Kondinak is vége van, bent kéne még megölni, hátul viszont megjön a Bully, Slay-re és Optimusra, azonnal a vadon szava, nézd mit ont ki Slay magából, Szélynek vége, még egy embernek vége, kettős gyilkosság azon az S-en, 9-5-7, nem! Halott! Neki is annyi! Le tudják ászolni a WE csapatát, és ez a Gigabyte Marinesnak a mérkőzést jelentheti. Nem elég, hogy elhozzák a Baronna sort, nem elég, hogy csak egy embert veszítenek, de megölnek ezért ötöt. És nem biztos, hogy a meccset jelenti, mert nem hiszem, hogy lesz elég sebzésük addig, amíg megérkezik Ben, Kondi, illetve Mystic 3-asa, de az Inhibitor tuti, hogy elhozzák a Baronna sort, tuti elhozták, a 10.000-es arany különbség biztos. Gyönyörű játék, és a WE nem találta a helyét ebben a helyzetben. Nem, és egyébként a pozícionálásuk is igazándiból borzalmas volt. Igen. Egyáltalán nem helyezkedtek jól, na de majd a visszajátszásban megnézhetjük, hogy ez minek volt köszönhető, mert ezért azért a Gigabyte Marines csapata tett, nem is keveset, miközben még egy tornyot hoznak el, ezzel már a csapatuk a 6. tornyot döntötte le. 9-0-2, Kazix. 9-0-2. Nem tudták megölni. Igen. Optimusnak óriási szerepe van ebben. Kristályi vesző mellé, de Kondi úristen! Le fogja robbantani Levi az arcát. Jön az egységben az erő, meg kéne védeni Levi-t. Nem lehet egyelőre az árnyékugrásra felbőszteni, de hogy is nem. Ott a végső képesség Lulutól, és most 9-5-7 az, aki bajban van. Bajban? Dehogy bajban, a temetőben van. Halott. Shennek vége, tank nélkül a WE. Starkra fordul, Szié, meg tudja ölni, de hogy azért egy Gragas még egy LeBlanc-kal sem fogsz felrobbantani. De az Nexus, Inhibitort, én akkor Nexus mondani mindig, mert unom a meccset, látod? Nehogy is, az Inhibitort védő torony ledől, és mehetnek az Inhibitorért. Igen, és egyébként a Gigabyte Marines csapata könnyen lehet, hogy megint nem fogja magát túlvállalni, de hogy nem, vagy hát, hogy túlvállalja magát, az kérdés, az viszont biztos, hogy Nexus védő tornyokra mozdulnak ki. És van lehetőség a WE-nek, Levi-t meg tudják ölni, ezzel viszont kiesett a fősebzés, hordozó Mystic pedig túléli, vissza kell vonulni, vissza, dehogy is, még ledöntjük az utolsó előtti Nexus védő tornyot, egyelőre elég, visszalép Slay és Stark is, nem lehet őket befejezni. A mérkőzés továbbra sem ér véget. Itt az ideje, Edi, hogy megcsillogtasd elemzői tudásodat. Szia! Még milyen szerencse, hogy nem ért véget ez a mérkőzés. Igazi hasbeszélő fognak van velem. Megnézem, majd mi is történt. Szeretnéd, hogy akció kommentálja még neked egy kicsit? Nem, de ettől függetlenül a visszajátszásban Benre fókuszált alapvetően Levi Stark párosa. Mire érkezett a Shen, akit egyébként még meg lehetett fogni, és a szép fordulásra Gigabyte Marinesnek inkább LeBlanc felé érkezett, picit minthogyha gond lenne a Team WE-nél, nem? Hát egy kicsit problémák lehetnek, például az, hogy a mérkőzésen vesztésre állnak, én pedig szeretném bejelenteni, továbbfejlesztettem a Lulu átalakítás képességemet, és néha Bucit Edivé, Edit pedig Bucivá tudom változtatni, már csak magamat szeretném Brad Pitté, de azt még gyakorlom. Azt még nem tudom, hogy kell. Meg lett az ősi sárkány a Gigabyte Marinesnál. Így viszont, pontos, hogy egy sima sárkány még. Még csak 30x-edikben vagyunk, ami ez a bohóc sárkány. Movement speed. Igen, sákó sárkány, tudjuk. Igen. No, még egy torony. Amúgy egyébként, tehát hogy én akartam mondani, hogy akkor igazából Optimus fővezérnél jelentkez, hogy ilyen képességekkel rendelkezze, hogy átalakítasz embereket, mert biztos szívesen látna a csapatában. Ó, és akkor én Gigabyte Marinesos leszek? Nekem lehet, tetszik lehet. Az ötlet egyébként, főleg a mostani teljesítménnyel. Szíjé. Na, jön a Balaton, ott van 9-5-7 az elsősorban, Stark a buborékbörtön megkapja, de nem őt sem Mystic, hanem kap egy kristályi vezető. Ó, Isten! Szétrobbantják Mysticet és Kondit is! 9-5-7 még éppenséggel bír, de hogy hova bírna, és Levi földet sem ér, már ugrik! Szíjének is annyi, úristen, négyszeres gyilkosság vagy, nem, ez nem penta volt, ugye? Rosszul látok? Nem, ez nem tudom, hogy most meglette a penta, de az biztos, hogy a mérkőzés igen darabokra szedte szét a Gigabyte Marines a WE-t. És figyelj, Szié ott állt is így megpróbált, hogy na, honnan lehetne érkezni, mire egyszerűen a Gigabyte Marines annyit mondott, hogy jó, Gragas, érkezek, robbanékony hordó egyrészt dobta, majd utána Lulu ulti még egyszer feldobta őket, erre tökéletesen jó volt a Zyra ulti, gyönyörű játékkal, magabiztosan,
egy szenzációsan jó mérkőzést nyer meg a Gigabyte Marines, és muszáj gratulálni nekik. Úgy fogunk fordulni most a következő mindenki három második mérkőzésre, hogy az SK-tin kívül mindenki második helyen áll. És ez tök jó, mármint hogy egyrészt az nem annyira nem természetesen, hogy az SK-t ilyennyire dominálja a mezőnyt és semmi, de az, hogy utána érkezik öt csapat, aki nem tudja eldönteni, hogy most akkor ki is az igazi második, vagy ki esetlegesen még a dobogón a harmadik, azt szerintem nagyon-nagyon-nagyon jót tesz az MSI-nak. Igen, ezek az erőviszonyok két dolgot mondanak, legalábbis ha a statisztikát nézzük, hogy Korea magas ember mindenkit, és hogy ezen kívül mindenki más egy szinten van. És ez azért nem úgy gondolom, hogy nem, nincs is baj. Mármint, hogy ez tök jó. Igen. Hogy ilyen szinten tudnak fordítani, tudnak mérkőzéseket elhozni. A Gigabyte Marines pedig bizonyított. Ilyen játékkal, amint ezen a mérkőzésen mutatott, letekintve azt a 10 percet, amikor nem voltam. Azt ja, kell, akkor rosszul ment nekik amúgy. Majdnem vesztettük. Ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen játékkal az SK-t itt vegyük ki a sorból. De bárki ellen tudnak mérkőzést hozni. Mind a G2-t el tudják venni, mind a TSM-et el tudják venni, mind a Flash Wolves-ot. Hogyha így játszanak, akkor bőven van esély. És nagyon okosan megjátszott. Igazából ez a második olyan mérkőzés, amiben most beültem, és mind a kettő mérkőzés, mind az SK-t féle mérkőzés, mind pedig ez a győztes Gigabyte mérkőzés a választási tiltásnak az egyik választási fázisnak az egyik szép ilyen iskola példája volt, aha, hogy tudsz olyan jól választani, és úgy flexi választásokat elhozni, hogy az végül számodra győzelmet hoz, illetve megzavarja az ellenfelet. Hát ebben biztos vagyok, hogy most a Gigabyte Marines a ellenfeleiknek a könnyeit fogja meginni a szünetben nagyjából, mert olyan gyönyörű játékkal fejezték be ezt a meccset. Az, hogy két embert letörölnek egyetlen egy kombóból. Brutálisan jó volt. Zseniálisan jó sikerült. És ezek a kombók tökéletesen ültek is ezen a meccsen, ha azt kell, hogy mondjam. Teljesen. Starknak nem lehet odaadni azt a fránya gagaszt. És Liványnak se Kazixot. Nem szabad. Ki kell tiltani? De jó, Kazixot még talán lehet büntetni, de pont egy példa, egy Gragas szerintem a felsős milyen rettentő nehéz büntetni. Annyira nehéz ellene bármit is csinálni, bármit hozhatsz. Jó, persze, ez egyéni preferencia, illetve egyéni mechanikán is múlhat, hogyha mondjuk valaki nem annyira magabiztos egy Gragasszal, akkor akár el lehet venni bőven. Viszont egy rettentő jó választás, mondjuk kockázatos választás, mert hogyha nem talál a kicsi alakás, vagy éppen a robbanékony hordó, vagy ennyi. Egyik se, akkor köszönjük szépen, ennyi volt a Gragas, és mehet a kukába, de nem, például nem Stark kezében. Starknak és Stark fél éve kezdett el profi szinten játszani? Jól csinálja, még nekünk is van remény. De... Ez a hajó, mint az e-sport hajó, ami ma volt, már elúszott. Mármint, hogy az én részemről, de neked természetesen még van remény. Hát engem most vettek be a Gigabyte Marinesből, legalábbis szerinted. Vagy legalábbis beszélj azt ja, a főbeszélre. Ja, beszélj a Optimus. Semmiképp sem akarok Árcsival interjúzni, mert úgy fog ránézni, hogy nem fogok. Azt tudok, hogy milyen szólják körülbelül. Igen, abból nem biztos, hogy jó. Mert lehet, hogy tényleg olyan kedves srác, én nem tudom. Azt tudja, hogy belőle még Faker nem ölte ki az érzéseket, mint Ryuból. Archie-nak még vannak, mert ő mosolyog néha. Na, akkor igazából Archie vs. Faker 1v1z, aztán csókolom, és akkor lehet, hogy soha többet nem fog tudni. Ez pedig az első, tehát ez, hogy 2v2-ben ilyen szépen el tudták hozni az első gyilkosságot a Gigabyte Marinesosok, az én úgy gondolom, megérte hogy... Megérte a villanászlétől. Meg, abszolút, utána abszolút megérte. Erre pedig kicsit olyan, mint hogy a Kondi nem számított volna arra, hogy jön még egy Lulu átalakítás. Igen, ezt így nem tudta. Egyszerűen elcsúszott, volt még villanásra is, volt még minden, csak nagyon-nagyon rossz pozícióba került, és a lassítás plusz átalakításra már nem tudott mit tenni. És jóformán azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a csapatharc, amikor ahol a Gigabyte Marines annyira megnyerte ezt a csapatharcot, hogy ezt az előnyt tudta valahol végig görgetni már a mérkőzésen. Mert az, hogy az egy gyilkosságot elhozzal az ösvényen, meg egyszer megbüntetett Kondit, ez visszaülhet. Hát mi volt ez? Gragas-e? Is, meg egy Kazix. De hogy ettől a csapatharctól kezdve, igen, igazából egy olyan szintű hátrányba kellett játszani a kínai csapatnak, hogy már nem nagyon tudott felállni, ja, feldolgozni. Visszajönni? Ezt a... Hát... Ja, tehát egyszerűen... De igazából az volt az érdekes, hogy ezt a WWE ezt a csapatharcot magának játszotta meg. Tehát előre mentek, villantak meg, és egyszerűen meg lettek büntetve. Ezért a
kicsit ész nélküli agresszióért szerintem. Uh-huh. Tehát nem voltak abban a helyzetben, hogy ezt megtehessék, és igen, a Gigabyte Man gyönyörűen játszotta meg, és nagyon szép volt, és tényleg oda tették magukat, de ez ugyanannyira a WWE hibája, mint amennyire a Gigabyte Man érdeme. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és úgy gondolom, hogy ez egy jó szó lesz arra, hogy átadjuk egy kicsit a szünetnek a terepet, mi elmegyünk egy kicsit pihenni, aztán pedig jövünk vissza a második fordulóval, tehát ugye egy nap 6 meccs van mindig a csoportkörökben, bizony. Az első 3 már le is telt, vagy már véget is ért, jöhet a következő 3.